Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy nagyon érdekes program újdonságáról fogok beszélni röviden. Gyakorlatilag a PAMAC nevű eszközről már volt szó, ez természetesen az Arch-nak a grafikus, szoftverkezelő része a Manjaro-ból került át, így bizony, aki a manzsárót használ, vagy az AUR-ból feltette az eszközt, szívesen használja, hiszen grafikus, gyors. Természetesen idáig támogatta a saját tárolókat, tehát az arch a saját tárolóit, támogatta azokat a tárolókat, amiket te felvettél, és ezen kívül be lehetett kapcsolni, pluszba az AUR-nak, tehát a felhasználói tárhelynek, felhasználói szoftverközpontnak a támogatását is. Az egy kényelmes dologból tudtunk telepíteni, eltávolítani, frissíteni. Bár sokan nem szeretik ezt az eszközt, de én azt mondom, hogy aki kezdő vagy jobban szereti a grafikus dolgokat, mint a terminálos munkát, annak érdemes ezt kipróbálni. Természetesen mindenki ismeri. Erről nem is szeretnék beszélni, hiszen már volt szó róla, hogy hogyan kell használni, milyen beállítások vannak. Na, a beállításokat nézegetve. Jutottam el odáig, hogy a harmadik féltől származó dolgokat, hát bizony az AURT be lehetett kapcsolni, ez eddig is benne volt. És aki egy kicsit lejjebb tekert, és szemfülesebb, és figyel esetleg a híreket, a változásokat a Flatpak és a Snap támogatás is belekerült. Nagyon pozitív dolog hiszen előfordulhat olyan szoftverhiba, ami rajtunk kívül áll. Azaz egy-egy frissítés nem sikerül, és egy-egy program nem működik. Ilyenkor elő lehet kapni az univerzális csomagformátumokat, a flatpakot, a snapet, illetve amitől nem támogat, értelemszerűen az AppImage formátumot, bár lehet, hogy későbbiekben az is belekerül, de jelen pillanatban a flatpak és a snap támogatás van benne. Én a flatpakot szeretem, egyéni preferencia. A Snap az természetesen, aki esetleg Ubuntu vonalról jött, annak ismerős csomagformátum lehet, meg hát sokan is használják, de én csak kizárólag a Flatpak plusz támogatást kapcsoltam be. Azaz a Flathubról ő összeszedi azokat a csomaginformációkat, azokat a lehetőségeket, amely neked fontos lehet, és tudsz telepíteni, flatpak csomagot is, illetve a snap csomagot is. Hogyan? Hát természetesen keressünk rá, mondjuk a KDN Live-ra, KDN Live, -e. megpróbálom nem beütni rosszul, és sikerült és Lehet látni, hogy a keresésnél ő kiírja, hogy bizony van a hivatalos tárolóban is, a hivatalos árstárolóban is, méghozzá az extra tárolóban egy KDN live és ilyen verzió száma van. És kiderült, hogy ő szépen értelemszerűen egyértelműen a Snap és Ubuntu vonalon ezt sokan kifogásolták, hogy nincs ennyire durván, láthatóan szétválasztva az, hogy mit honnan hogy telepít. Itt bizony igen, elkészítették azt, hogy ő kiírja, hogy a Flatpak, a Flathubról szeretném én telepíteni, hogyha engem pipázve, akkor nem a KDN Live hivatalos extra tárolóból jön le, hanem egy flatpack csomagként fog lejönni az egyéb dolgaival együtt, és el tudod dönteni, hogy őt vagy őt választod, vagy esetleg gittes akármilyen verziót. Azaz nagyon kényelmes. Ha pedig csak arra vagy kíváncsi, mert te azt mondod, hogy hát nem igazán szeretnéd a KDN Live-ot, vagy akármelyik programot a saját tárolóinkból, az árcsos tárolókból telepíteni, hanem te ragaszkodsz a flatpakhoz, hogy bizony ne piszkáljon bele semmi függőséget, ne telepítsön semmi függőséget az árcs rendszeredre, hanem a flatpak vonalról jöjjenek le a függőségei. Ennek időnként van jelentősége, általában nincs. Na lényeg az, akkor pedig bizony a. Flathubról tudsz telepíteni, és igazából, hogyha csak a Flatpakot szeretnéd látni, akkor egyértelműen rákattintasz ide, hogy a Flatpak, és utána csak azt az egyet látod. Szerintem egy nagyon kellemes, hasznos, és kényelmi szempontból mindenképp üdvözelendő ötlet volt, hogy beletették a Flatpak, illetve a Snapnek a támogatását is, hiszen így egy központi részben minden csomag, fajtát, hogy úgy mondjam, tudunk kezelni. Nyilvánvalóan, hogyha valaki nem használja a Flatpacket, vagy a Snap ellen van kifogása, vannak pro és kontra érvek is. Érdemes tudni, hogy ezeknek a telepítési lehetősége is belekerült a pamacsba, és hogyha valaki ezt szeretné használni, minden további nélkül két kapcsoló átállításával tudja használni, telepíteni, eltávolítani, adminisztrálni, frissíteni, nagyon kényelmesen lehet grafikus felületen is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok!